A november 25-én koronavírus gyanú miatt elmaradt közgyűlés napirendi pontjai tárgyalta a csütörtökön a megyei jogúváros képviselőtestülete. A Szexádi Sportközpont felügyelő bizottságába új tagokat kellett választaniuk, mivel az ész frakció által delegáltak novemberben lemondtak. A kormánypártok kezdeményezésére három újonnan megválasztott személy láthatja el a munkát. Egy-egy főképviseli majd a közgyűlés két frakcióját és egy külsős is helyet kapott a bizottságban. Gyurkönyv eh, János javaslom ebbe a, a felügyelőbizottságba, és külsősként Lenz Sándort. Az éjjel szexárt pedig Murvai Árpádot küldte a bizottságba. A tagok tiszteletdíj nélkül ingyen végzik a munkát. Ács Rezső polgármester előterjesztése alapján arról is szavaztak a képviselők, hogy decemberben karácsonyi jutalmat kapjanak a polgármesteri hivatal munkatársai, valamint az önkormányzati cégeknél és intézményeknél dolgozók. Erre 48 millió forint áll rendelkezésre. A szexárd büszkesége a szexárd sportolója és a szexárd edzője kitüntető díjakról, valamint a meccénás tehetséggondozó program idei támogatási összegéről is döntöttek a képviselők. A kiemelkedő teljesítmény Diákok, sportolók és edzők között így 7 millió forintot oszt majd szét a város. A Tolnai Megyeszékei közgyűlése a tervek szerint 2021-ben, decemberben még egyszer összeül.